Az új civil törvénnyel alapjaiban változott meg a szervezetek működésének rendje. A szektort érintő változásokról, lehetőségekről a Kalamáris Egyesület szervezett átfogó, többnapos előadás sorozatot és fórumot Nyíregyházán. Programunk egyik eleme, hogy 20 évesek vagyunk, és ez nem csak azt jelenti, hogy 20 éve különböző programokat szervezünk, hanem 20 éve benne vagyunk ebben a civil közegben. És most tényleg azt látjuk, hogy nekünk is kérdéseink vannak, hogyan kell eleget tenni a közhasznossági feltételnek, hogyan kell az önkénteseket nyilvántartani. Tehát egy csomó olyan kérdés van, amivel azt gondolom, hogy egy civil szervezetnek tisztában kell lennie. És ha ez nekünk kérdés, én azt gondolom, akkor ez számos más szervezetnek is kérdés lehet. A szervezetek bírósági bejegyzésének feltételeiről, a végelszámolási bejelentésről, a közhasznúságról is tartottak előadást. Utóbbi esetében a törvény hatályba lépése előtt bejegyzett szervezetek 2014-ig tarthatják meg ezt a minősítést. Új szervezet semmiképpen nem lehet közhasznúnak minősíteni, és 2 éves működése vonatkozóan is előír a törvény nagyon szigorú szabályokat, megfelelő erőforrással kell rendelkeznie a szervezetnek, és megfelelő társadalmi támogatottsággal kell bírnia. Hogy ezek alatt mit élt a törvény, ez pontosan fel van sorolva benne, és ezeknek a megfelelése esetén kérelmeztetik a bíróságtól a közhasznú minősítést, további beadványoknak, illetve alapszabályban való további követelményeknek a rögzítése mellett. De az volt a jogalkotónak az eredeti szándéka, hogy tényleges tartalommal töltsen a közhasznúságnak a fogalmát. A 3 napos rendezvényen bemutatták Szabolcs-Szatmár-Bereg megye készülő területfejlesztési koncepcióját is. Itt elhangzott, a civil szervezetek április végéig véleményezhetik a dokumentumot, ezzel is erősítve a civil jelenlétet a stratégia kidolgozásában. Szakemberek szerint a végleges koncepció nagyban meghatározza majd a következő uniós költségvetési ciklus forrásainak felhasználását.